Akire tán tudja a szövegét, az kérjük énekel. Na hello! Különleges programon vehettek részt az Ady Endre Gimnázium tanulói. A fiatalokhoz Szörényi Levente látogatott el a 60-as éveket felidéző Ady napok kapcsán. A művész egy kötetlen beszélgetés keretében elevenítette fel a jelenlévők számára pályája legfontosabb eseményeit, tapasztalatait. A beszámolót zenei betétek színesítették. A Barcsi barokk zenekar az Illés és a Fonográf dalait játszotta az egybegyűlteknek, így a történetek és a dallamok egymást kiegészítve jelenítették meg a korszak hangulatát. Az eseményen az iskola diákjai is bemutatkoztak a művésznek. Ők az Utcán című dalt adták elő. A Barcsi zenekar többek között az Amikor én még kisrác voltam, illetve a Még fáj minden csók című slágereket szólaltatta meg. Szörényi Leventével a műsort megelőzően beszélgettünk. A művész a fiatalok zene érdeklődésével kapcsolatos gondolatait is megosztott a stábunkkal. Hogy mi is annak idején hasonló fiatalok lévén azért kerestük a mintákat a múltból. Hát ez nyilvánvaló. Az más kérdés, hogy az ember akkor, ha volt önálló mondani valója, akkor abból kialakította a sajátját. De mintát csak a múltból lehet venni. Lehet azt akkor nem szeretni, vagy nagyon megszeretni. Mi is olyan zenéken nőttünk föl, apánk jó voltával, amit a Amerika hangja rádió közvetített, jelesül swing, big band zenék, és nem tudom, tehát jazz. Ez még nem dönt el semmit, hanem az embernek a zenei kultúráját gazdagítja. A művész egyik leghíresebb darabja az István a király című rockopera. Azonban emellett több más történelmi témájú alkotás is kötődik a nevéhez. Szörényi Levente történelmi érdeklődése már gyerekkorában megalapozódott. Sokat beszélgettek apám és barátai ugye a magyar történelem alakulásáról, és hát persze, hogy az ember, még hogyha játszik is közben minden, de azért csak valamennyi lerakódik benne. Amikor az István a király, ugye 10 évi vajudás után végül is bemutatásra került, akkor annak a sikere valahogy úgy nagyon megfogott és elgondolkoztatott, hogy hát azért akkor talán nem nyúltunk rosszba. Tehát, és akkor onnantól azért már sokkal tempósabban kezdtem el foglalkozni a témával. Történelmi témákkal önálló előadásain gondolkodtatja el hallgatóságát. Színház és történelem című előadásán egy kutató munka eredményeit szeretné a közönséggel megosztani. Ennek keretében olyan kérdéseket feszeget, amelyek egy-egy történelmi esemény bizonytalanságát firtatják. Valóban úgy történt-e, ahogy a könyvekből megtanuljuk? Mindezt saját darabjai kapcsán István a király, Veled uram, Árpád népe mutatja be. 2000 óta egy saját alapítványunk végez kutatásokat egy már háború előtt megkezdett a Pomász fölötti pirisi holdvilágárokban megkezdett régészeti munkálatok folytatásaként. És ez nagyon, nagyon izgalmas ez is, hogy végül is egy régi római kőbányát miért töltöttek vissza teljesen hermetikusan, és szinte visszaépítették a hegyet. Minek? Hihetetlen munkával. Na hát körülbelül ez a motója a dolognak, ami minket évről évre, nyárról nyárra oda visz, és nem könnyű feltételek között, de megpróbáljuk megtudni azt, hogy miért töltötték vissza a hegyet. Decemberi búcsú koncertjén csupán előadói tevékenységét zárta le. A művész továbbra is folytatja előadásait, a kutatási, zeneszerzői és írói tevékenységet. Azonban nincs kizárva, hogy rajongói láthatják még színpadon. Én soha nem mondtam azt a koncert előtt és azóta se, hogy becsület szavamra soha többet nem lépek színpadra, de ezt a súlyt, ezt a terhet, amit egy ilyen nagy gigakoncert jelent, ezt mindenképpen el kellett varni, és méghozzá abban a pillanatban, amikor még az ember saját kedvére is tudja ezt létrehozni, nem pedig már utálja magát, mert nem képes azt a színvonalat teljesíteni, amit korábban.